Jó reggelt, emberek, mármint áve, jó népek. Innen folytatjuk, ugye előző videóban egy elég keserű békét voltunk kénytelenek kötni a franciákkal. De hát sajnos ez van, ezt kell szeretni. Innen folytatjuk. Spanyolok közben háborúznak valami dél-amerikai sutyerákokkal, nem baj, mi nekünk az semmi közünk nincsen. Mi éljünk abból, ami nekünk adatott. Arra gondoltam, hogy felhúzok jó pár erődet a környéken. Mondjuk így egy ennyit. Hát meg még egyet. Mondjuk nem is tudom hova, Namurba. Szép nagy erődöket. Katonailag ismét lemaradtam egy kicsit, de most már legalább úgy, ahogy felvettem a ritmust, talán. Mit kéne választanom? Talán ezt az innovatív ideákat ezt beválasztom. Ez jó hangzik. Jó, de mielőbb megszabadulni ettől a Vorex House-csönttel, mert ez csak csökkenti valami brutális mértékben a termelékenységet. Meg úgy mindent. Embereket még annyira nem fogok elkezdeni toborozni. Nem is tudnék túl sokat. Egyenlőre. Betoborzunk pár tanácsadót is. Megnöveljük a power. Inkámot. Legyen ez administrative efficiency. Most nézem, hogy burgundiai peasantök lázadást akarnak szítani. Ez veszélyes, emberek, ilyet nem nagyon kéne. Pont annyira lenne bölcs dolog, mint lerohanni az 51-es körzetet. Elírja a 70-et, akkor nincs most, hogy toborozni kell. Remélem nem megy tovább. Az ex-haustian miatt lehet, hogy majd lenyugszanak, hogyha lecsökken eléggé. Mert az most eléggé nyomja az unrestet. Ja, most csökken most már, jó. Zsír. Nyugodjon meg mindenki, emberek, nincs semmi látnivaló. Nem kell izgulni. Az önök élete nem lesz jobb attól, hogy föllázadnak. Érdekes, érdekes.
Jó, van egy valami nagy erődöm, három, ami most már azért elég modern, én azt gondolom. Remélem a játék nem fog rám cáfolni. Egyelőre egy ennyi embert betoborzunk. Hogy ne legyünk teljesen védtelenek, hanem talán mégis komolyan gondolnák akkor. Mert komolyan gondolnák ezt a felkelést, akkor ne érjen váratlanul a meglepetés. Ó, de jó, derülték be, stabilitási vesztés. Király. Most nézem, hogy 18 000-ben van maximalizálva a force limitem. Aminek én annyira nem örülök, megmondom őszintén. Not cool. Brabant háborúzik Trierrel, de miért? Jó kérdés. Mindenki nem az én földjeimen akarnák rendezni a vitás ügyeiket. Nem elhúznának haza mondjuk. Remélem nem akarják bezúzni Brabantot, mert őket én akarom bezúzni. Csak kéne egy áthaladási engedély valakitől. Hát gondoltam, hogy a franciák nem fognak adni. Ez leves sem ad, hát akkor ez így viszont gáz. Én azt hiszem. Oroszország. Lett a császár, emperor. A minden. Innovatív videák, ez most csökkenti egy nagyon kicsivel a Prestige Decay-t, ugye amivel természetesen csökken a Prestige, mert ugye nem lehet, nem egy állandó érték, hanem mindig a nullához konvergál. Ha negatív, akkor meg ugye mindig növekszik, amíg el nem éri a nullát. Értelemszerűen, na elfoglaltak egy Brabanti területet. Tényleg nagyon örülnék, emberek át tudnék menni. Valaki legyen szíves átengedni. Nagyon szépen kérem. Valaki engedjen át. Tök mindegy ki. Muszáj várnom. Sajnos. Viszont addig lehet, hogy toborzok még pár embert, itt 18 000-ben vagyok maximalizálva. Egyelőre egy 6 000-et letoborzok pluszban. Hát a franciák azok már nem fognak átengedni, az biztos. Most pofáztunk be nekik éppen. Ez leves az még talán átenged majd. Majd egy kicsit fűzöm még őket. Akkor talán. Ausztria jó nagy lettem úgy megint.
átengednek. Zsír. Köszönöm, akkor megyünk is oda. Brabant még mindig Savoyával szövetség, és nem hiszem, hogy akkora veszélyt jelentene rám Savoya. Itt rettegnem kelljene tőlük. Meg is támadom őket, főleg egy brabanti hadsereget már le is nulláztam. Savoya jön 8000-re, lehetőleg azoknak sem kéne túl nagy gondot okozniuk. Úgyhogy én csak elfoglalom ezt. Aztán csókolom. Főleg, hogy bele nem is tudnak mit csinálni az erődömmel. Most eléggé befejlesztettem ott ezeket. Foglaljuk el, én azt mondom. Miért ne? Ugye ez már volt egyszer az én területem. Mielőtt még a franciák bele kaksisztak volna a ventilátorba. Ugye? Ingyen stability, az a legjobb. Kérem Brabantot, ennyi. Semmi extra. Összes pénzetekkel együtt. Nem, először Savoyával békézek ki. Tőlük kérek egy War Reparation-t. Akkor legyen burgundiai vazallus. Kérek egy csomó pénzt. Jó. Utána Brabanttal tőlük meg a területüket kérem. És bekoalíciózálnak, beszarok. Hát akkor várok. Várok egyszerűen. Erődüket lekapcsolom, úgyse kell. Most szerintem, sőt egy nyomot is egy hadiadót. Aztán kész. Vorex haustja megcsökken úgyis. Nem sietünk sehová. Régen volt már vazallus államom. Jó, hogy megint van. Jó leső érzés. Nem én vagyok a leggyengébb láncszem. Na, még mindig lenne a koalíciózás. Pedig erre még claimem is van. Mondjuk lehet, hogy a vazallusos izé az betette nekik a létszet. Úgyhogy nem csodálkozom. De egyszerűen muszáj volt. Én várok, nekem annyi időm van, mint a tenger. Én országomat nem fenyegeti veszély jelenleg. A belső stabilitásom olyan, mint a beton. Kifáradás nincs. Nem sietünk sehova. Consolidation of power plusz egy diplomata legyen, vagy olcsóbb stability cast modifier. Legyen ez. Olcsóbb stability az mindig jó. Nem értem, hogy miért fáj nekik annyira, amúgy, hogy elfoglalok egy darab területet, ami engem illet amúgy. Na, csökken.
Franciaország kiszállt a dologból, kihátrált mögüle. Várunk még egy kicsit. Már csak azt kéne, hogy Ausztria kiszálljon, a többi nem érdekel. Annyira. Ausztriától egy kicsit azért parázok, mert ez mégiscsak egy nagy ország, ami akkor tudna eltaposni, amikor akar. Nyugi Brabant ki fogunk békézni, csak idő kell hozzá. Nem sietünk sehová. Jó az a megszállás. Nem kell parázni. Minden apró darabkát meg kell ragadnom, úristen poroszok! Jézus Máriám! Ezek még gond lesz, gondot fognak jelenteni. Nyomorékok. Kérdés, hogy... Na szavajám a felkelés van. Jó, a helyi rendben tartó erők megoldották a dolgot. Amúgy sem tudtam volna oda menni. Tehát Ausztria is lassan kiszállhatna a dologba. De nagyok lettek. Megpróbálom őket megint megkörnyékezni. Hát ha nyitottak lesznek egy új szövetségre. Megpróbáljuk. Régen egyszer már működött. Most is illene működnie. Jó van, poroszoknak még ráadásul aranykorszaka is van. Nagyon jó. Ugye Merge-et most nem tudok kötni az osztrákokkal, mert most már köztársaság vagyok. Úgyhogy ez már nem egy opció. Palatinátusok. Palatinátusok, mindenki szövetséges Poroszországgal, basszus. Hihetetlen. Poroszország. De miért az én szomszédaim nekik a legfontosabbak olyan? Na, most már csak Brabant van ott, így jó. Ezt megoldottuk, nem kapjátok vissza. Viszont lekorrodom. Senki nem kap meg semmit. Jó. Franciák figyelmeztettek minket. Rohadjanak meg. Abszolút támadó jellegű gyalogságot fogok alkalmazni, meg lovasságot. Most újra 22 lett a Land Force limitem.
ismét toborzok. És a maximumra, ami elérhető. Jó. Ez megvan. És most egy kicsit le is húzom a fenntartást. Hadd gyűjjön a pénz. Egy kevés. Egy flottával nem kell törődni, az mint olyan már nem létezik. Liege. Ansbach, Baden, Cleves és Utrecht. Melyik? Ansbach, ez itt Cleves, ez Utrecht, és még van egy Baden valahol. Amit nem tudok belőni, ja, ez az Baden. Baden, Ansbach, Cleves és Utrecht. Ez Liege-nek a szövetségi rendszere. Építeni akartam, mégpedig trade depotokat. Ide egyet, oda. És mit tudok még építeni? Workshopot építsek. Építek egy workshopot. Oda. És akkor nem mondom, hogy szignifikánsan növekedni fog a bevételem, de minden esetre jobb pozíciónk lesz. Overextension az. Simán csak gyakorlatoztatnám az embereket, akármikor szükségük lehet rá. Tapasztalatra. Úgyhogy hajrá, emberek! Ne okozzanak csalódást. Nem tudom, ki a töcs ez az Alfred Lindbergh, de nem is érdekel. Mondom, valami betorozható advisor. A supply limit Luxemburgban, hát te honnan elégnek kell lennie. Most én arra hajlok, hogy egy military candidate legyen. Az elnök, vagy miniszter, nem tudom ki ez, konzul. Nem olcsó Brüsszelt áttéríteni, basszus. 19 hónap és 25 a fenntartási költsége a misszionáriusnak havonta. Vagy misszionáriusoknak. Angolokkal milyen viszonyban vagyok? Hát nem jó. A spanyolok a riválisaik, ja. A spanyolok eddig nem hagytak szarban, akkor jöttek, amikor kértem, és nem is békéztek ki külön egyszer sem, úgyhogy bennük egyenőre még bízom. Remélem, ez kölcsönös.
Poroszország, Poroszország, Poroszország. Velence. Aachen. Ennek csak Velence a szövetségese. Érdekes, érdekes. Viszont Brunswick jönne velük, ami hát ez egy tekintélyesebb méretű ország. Ami annyira nem menő. Brunswick France, jó, akkor Liège az kiesett. Azt már nem támadjuk meg. Az lenne jó, hogyha poroszokat valaki elverné végre, de nem úgy tűnik, mintha el akarnának verődni. Sajnos. Hello, hello, hello! Ne, ezt mondtam, basszus. Istenem. Későn vettem észre, basszus. Jó, azok átmennek Lundba boldogítani az embereket, úgyhogy én addig visszafoglalom Brüsszelt. Szerintem ők csinálnak, amit akarnak. Nem érdekel. Boldogítsák őket ott. Nincs ötletem, nem tudom mit tudnék csinálni. A spanyolok most hallani sem akarnak egy háborúra. Sajnos. Szomorú. Így viszont megutopálnak, hogy a lőve megint. De nem tudom, hogy mit tudnék csinálni. Nem tudom, emberek. Teljes a tanástalanság. Igazából már annak kéne örülnöm, hogy egyáltalán ennyi mindenem van. Komolyan azt hittem, hogy 1600-ra eltűnök a térképről, de nem is történt. Spanyol a pápa. Helyes. Brunswicknek olyan mennyi embere van? Sok. 30 ezer. Ez egy 10 ezerre több, mint nekem. Ergo nem lenne túl egészséges megtámadni szerintem.
Aj, de Brunswick ezeknek is segítene. Istenem, miért? Takarodjanak a vérbe, Brunswick. Istenem. Csak arra jobb, hogy szabotáljanak. Na jó, emberek. Teljes a tanástalanság, nem tudom, hogy mit csináljak. Én nem fogjuk folytatni, addig talán eldöntöm. Köszönöm, ha megnéztétek a videót, találkozunk legközelebb. Sziasztok!